A Vörös Kereszt szerte ágazó feladatairól beszélt a megyei szervezet elnöke. 1948 óta minden évben ünnepeljük országszerte, megyei szinten, illetve területi szinteken, az Henri Dunant, a Vörös Keresztes mozgalom megalapítójának a születésnapja tiszteletére. Ilyenkor szoktuk megköszönni az önkéntes munkát végző kollégáinknak a segítségét, a hivatásos dolgozóknak, akik az emberekért végeznek sok minden olyan tevékenységet, amiben támogatják az életüket. Vannak önkéntesek, de azonban csökkent a számuk. A Vörös Keresztes tagok száma is csökkent az elmúlt időszakban, de akik megvannak, tehát ők nagyon lelkesek, és nagyon sok önkéntes munkát végeznek. Pont délelőtt a világnap tiszteletére rendeztünk egy önkéntes fórumot, amelynek célja az volt, hogy a vöröskeresztes karitatív tevékenységet még rugalmasabban, még jobban, még hatékonyabban végezzük az emberek érdekében. Egyik alaptevékenysége a Vöröskeresztnek a véradás, illetve az elsősegélyvizsgáztatás, de azon kívül számtalan feladata van. Az egészségfejlesztés, az egészségmegőrzés életébe tett tevékenység, azon kívül még tehát különböző olyan, hogy élelmiszercsomag, ruhagyűjtés, hogy tudjuk a rászorulóknak tehát ezekből a dolgokból adni. Azon kívül a fiataloknak a felkészítése, a drogprevenció és számtalan olyan jellegű ismeret nyújtása, ami a korosztályoknak szükséges. Az ünnepi eseményen ott volt és tolmácsolta a város köszönetét a szervezet minden tagjának Bereznai Csaba alpolgármester. A város nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni, most éppen rajtam keresztül. Hihetetlen sokat segítenek, akár szociális területen, akár a véradással, akár a fiatalok képzésével. Igazából átvállalnak a közösségi, állami, önkormányzati feladatokat is, például a hajléktalan ellátásban, nappali melegedőben, és mindezt úgy, hogy az állami normatíván kívül igazából nem kérnek hozzá forrásokat, mégis helyi polgárokat látnak el. Azt gondolom, hogy vonzó a szervezet, sok tíz vagy sok száz éve vonzó már a szervezet, pontosan azért, mert hogy olyan nemes ügyek mellé állnak, és olyan szervezeti felépítés, olyan szervezeti kultúrával várják az önkénteseket, ahol jól érzik magukat, és nem csak egy-egy alkalommal, van, aki már több tíz éve szolgálja a közös ügyet a Vöröskereszten keresztül.